Európa azt gondolom, hogy ma olyan, mint a megvert és megostorozott Krisztus, akinek minden porcikájából a vér folyik, és ezeket a sebeket Európa vezetői okozták Krisztus testén, ha szabad így fogalmazni képletesen. Ma ugyanúgy megkorbácsoljuk Krisztust, csak ma más eszközökkel. Ma ez a korbács nem fizikai eszköz, hanem rendeletekben megírt eszköz. Ma különféle eszmékkel, irányzatokkal, emberek megtévesztésével okozunk sebet Krisztus testén. Európa vezetői ma méltatlanok arra, hogy Európát vezessék. Méltatlanok azért, mert már nem azt az örökséget akarják továbbadni, amit kaptak ők is, hiszen nagyon komoly keresztény alapokon nyugvó európai vezetői voltak az európai népnek. Ma gyakorlatilag azt lehet látni, hogy országok pár évtized múlva megsemmisülnek. A keresztény identitásuk és a keresztény értékük a múlté lesz, és ma azok a felelős vezetők, akik ilyen döntéseket hoznak, hogy Európát feladták, és ezáltal Krisztus testén újabb sebeket ejtenek, a lelkük rajta. De a legfontosabb, hogy a szent maradék, azok az országok, ahol még a kettős kereszt ott van jelképben, szimbólumban, ahol még angyalok tartják a címert, én azt gondolom, hogy ott még van remény. Van remény arra, hogy ezt a keresztény identitást nagyon komolyan megőrizve, nagyon komolyan megélve, és felelős politikusok nem csak kultúrkeresztényként viselkednek és beszélnek a kereszténység védelméről, hanem maguk is cselekszenek, maguk is odafigyelnek az ország keresztény identitásának a megtartására. Hogyha ezt meg tudják valósítani, akkor még van remény Európa megmenekülésére, és van remény arra, hogy Krisztus sebeit begyógyítsuk. Nagyon szépek ezek a táblák, hogy Isten hozta. Ilyet alig lehet látni már, de nagyon szép, amikor egy településen így fogadják az oda belépőket. Fontos része egy ország képének. Bízom benne, hogy azok az országok, ahol többségében keresztények élnek, nem fognak felülni annak a hamis média visszhangnak, hogy nincs értelme annak, hogy te templomba menj, mert nem adj semmit az életedhez. Senki nem mondta azt, hogy az élet könnyű, az élet kényelmes, senki nem mondta azt, hogy az életben nincsenek könnyek, nincs gyötrelem, nincs fájdalom, de egy keresztény embernek mindig van kiben kapaszkodnia, mindig van kiben reménykednie, és ezt veszíti el a világ másik fel, a reményt.